olcsóbb és modernebb. Korszerűsítették a polgármesteri hivatal épületét. Mély depressziótól a szárnyaló boldogságig. Pénteken premier a Sík Ferenc Kamara Színházban. Győzött a BRS-e Athénban, azonban a görögök jutottak a legjobb négy közé. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. A Békés megyei rendőrök Borsod megyében elfogtak egy férfit, aki a gyanú szerint társaival közüzemi szolgáltatók munkatársainak adták ki magukat, és idősektől vitték el a megtakarított pénzüket. Az elmúlt hónapokban a Békés megyei rendőrök további három, majd március 3-án Borsod-Abaúj-Zemplén megyében még egy gyanúsítottat kaptak el. A 8 tagú bűnszövetség tagjai szervezetten fosztogatták az időseket, 8 megye 15 településén 25 bűncselekményt követtek el. A 37 éves Miskolci L. Krisztiánt a Békés megyei rendőrfőkapitányság őrizetbe vette. A rendőrség tovább vizsgálja, hogy a gyanúsítottak összesen hány bűncselekményt követhettek el, illetve lehetnek-e további tagjai a bűnszövetségnek. A terület- és településfejlesztési operatív program részeként számos beruházást hajtottak végre Békés Csabán. A fejlesztések érintették a Városháza épületét is, ahol energetikai korszerűsítések zajlottak. Nem csak a Szent István téri Városháza, hanem a polgármesteri hivatal Szabadság tér 9 szám alatti épülete is Európai Uniós forrásokból újult meg a korszerűsítési programban. Az energetikai korszerűsítéseknek valóban két nagyon fontos célja van. Egyrészt a racionális energiagazdálkodásnak a biztosítása, tehát annak a célnak az elérése, hogy az önkormányzati épületeknek a rezsiköltsége minél alacsonyabb legyen, de ezeknek az energetikai korszerűsítéseknek egy nagyon fontos másik célja is van, ez pedig az üvegházhatású gázoknak a csökkentése. Az önkormányzat a nyílászárók felújításával, a homlokzati hűszigeteléssel, illetve a fűtési rendszer teljes körű kicserélésével jelentősen csökkentheti a CO kibocsátást, tette hozzá az ügyvezető. A klímastratégia részeként 184 napelem került a Városháza Derkovics sor felüli épület együttesére. A napelemek a szintén újonnan beépített hőszivattyúkat látják el árammal. Ezek tulajdonképpen a külső, illetve a belső hőmérsékletnek a különbségét használják fel hőenergia termelésére. Ezzel az 5 hőszivattyúval gyakorlatilag a korábban meglévő 4 gázkazánunkat tudjuk kiváltani részben vagy egészben. A fennmaradó 2 gázkazán kiegészítő fűtésként szolgál a továbbiakban, emelte ki a jegyző. Hozzátette, hogy a felújításhoz használt anyagok kiválasztása során fontos szempont volt, hogy a Városháza épülete műemlékvédelem alatt áll, így ezekhez az elvárásokhoz kellett igazodni. Békés Csabai cég támogatta 500 000 forinttal a dr. Réti Pál Tagkórház ápolási osztályát. A vállalat ügyvezetője kedden adta át az 500 000 forintról szóló plakettet dr. Zsilák János főigazgató főorvos helyettesnek. Az 1991-ben alakult cég gasztronómiai élelmiszer nagykereskedelemmel foglalkozik a délalföldi régióban. Melegkonyhás egységeket, kórházakat, napközi konyhákat és vendéglátóipari egységeket lát el élelmiszer alapanyaggal. Tavaly, ahogy elmondta az igazgató úr, a gyermekosztálynak adományoztunk 400 000 forintot, az idén megemeltük 500 000 forinttal, és itt ígéretet tehetek rá, hogy minden évben 100 000 forinttal emelni fogjuk ezt az összeget, ameddig a két lábunkon fogunk állni, én úgy szoktam fogalmazni. Természetesen az igazgató úrnak a tanácsára vagyunk hivatottak gondolni, és úgy adjuk át az összeget annak a részlegnek, ahol ő látja legjobban, hogy szükség van rá. Újra a régi fényében pompázik a Gerlai Harmónium. A Gerlai Wenckheim Társaság a Békés Csabai Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával felújítatta a régi hangszert, amelyet Szigeti Antal plébános szentelt újra a Wenckheim család tagjainak körében. A Békés Csabai Páduai Szent Antal templom teológia termében Szigeti Antal plébános szentelte újra a hangszert. Áldjon meg benneteket is, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen.
A rekonstrukciót a Gerlai Wenckheim Társaság kezdeményezte a Békéscsabai Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával. A társaság céljai közé tartozik a hagyományőrzés, értékmentés, értékmegőrzés, ezért is örültünk neki, hogy tavaly őszi rendezvényünkön megkeresett minket egy kedves régi gerlai lakos, aki felajánlotta a tulajdonában lévő harmóniumot, amit még a Gerlai Wenckheim kastélyban használtak. A hangszer először Alföldi Csaba kezei alatt szólalt meg, az orgonaművész Liszt Ferenc Ave Maria című művét adta elő. A felújítást Sipas István végezte, aki korábban még nem találkozott ilyenfajta hangszerrel. Az orgonaépítő és hangszerész már közel 30 éve dolgozik a szakmában. Ezt a fajta hangszert, tehát ez a Péter Ticzféle hangszert még csak irodalomból hallottam, és nem találkoztam még ilyen hangszerrel. Amikor megnéztem, hát nagyon romos állapotban volt ez a hangszer, egy raktárból lerakva. Akkor úgy hirtelen beugrott, hogy én még ilyen harmóniumot nem javítottam. Az orgonaépítő a hangszer felújított részeit és annak működését is bemutatta. Wenckheim Frigyes kiemelte, fontos őriznie a családi hagyományokat. A társaság céljai között szerepel, hogy a közeljövőben Gerlán is megszólaljon a harmónium, hiszen az korábban a kastélyban volt. 190 éve született Straka Ernő, a megyeszékhely egykori főépítésze. A Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület szervezett kedd délután városismereti sétát az építészre emlékezve. A megemlékezésen résztvevők a túra kiinduló pontjánál a Városháza előtt gyülekeztek, amelynek dísztermében Mészáros Zsuzsanna, az Egyesület alelnöke tartott előadást az egykori főépítész életéről és munkásságáról. Ő volt az egyszemélyes építészeti iroda, és ő csinált mindent egy személybe. Megtervezte a városnak a városias képét, úgy is nevezik őt, hogy a nagy városrendező, megrajzolta a térképeket, hogyan lehet kiegyenisíteni az össze-vissza épült girbegurba utcákat, megszüntetni a zsákutcákat, kinyitni olyan utakat, amik átszelik a várost. A csoport az építész nevéhez köthető épületeket járta végig a belvárosban, így a Fiume Hotel, az Ibsenház és a Jókai Színház is a túra állomásai közé tartozott. Az egyesület elnöke úgy fogalmazott, céljuk, hogy ne csak a négy fal között tartsák meg előadásaikat az érdeklődőknek. Hanem menjünk ki Békéscsabára, kimegyünk nagyon sokszor, hiszen én is, amikor munkába járok, vagy nagyon sokan, akik itt vannak, amikor mennek a boltba, akkor sétálgatunk a városban. Csak az a célunk ezzel, hogy próbáljunk meg turista lenni a saját városunkban, ismerjük meg turistaként a saját városunkat. Straka Ernő nevéhez köthető még a kórház régi épületének, valamint a Széchenyi és a Petőfi liget tervezése is. 1888-ban pedig munkájának köszönhetően Békéscsabát elkerülte a megsemmisülés a nagy árvíz idején. Pénteken lesz a Szerelem Ó című darab premierje a Sík Ferenc Kamara Színházban. A történet szerint 15 év után találkozik két régi iskolatárs. Milt sikeres, nős ember, Harry viszont éppen a folyóba akarja vetni magát. Milt próbálja meggyőzni barátját, hogy a szerelemért érdemes élni, és saját feleségét ajánlja fel barátjának. Mi van veled, Harry? Hogy megy a sorok? Miután Harry nem ugrik le a hídról, a régi barátok beszélgetni kezdenek. Végül az is kiderül, hogy Harry egy kutya miatt döntött el, hogy véget vet az életének. Odaért hozzám, fölemelte a hátsó lábát és nem a gabarden nadrágomra. Milt saját feleségét ajánlja fel régi jó barátjának. Amikor megjelenik a nő, akit Lissi Melinda alakít, akkor minden megváltozik a két férfi életében. És minél hamarabb beleegyezel, annál könnyebb lesz minnyájunknak. Miltnek jól megy a sora, nagy menő, sikeres ember, de ez az állapot csak addig tart, amíg a mentésre váró barát meg nem jelenik. Aztán kiderül a végén, hogy a barát kezd fölévelni, ez a figura kezd lefelé menni, aztán utána itt párcsere történik, de nem akarok többet elárulni, mert nagyon szövevényes ez az előadás. A Harryt megformáló Tege Antal szerint a darab abszurditásából, groteszkségéből fakadnak a nagy váltások,
a mély depresszió, abból pedig a szárnyaló boldogság. Kutya engem lepisél, innentől én bekattanok, tehát egy eléggé pici, morbid kis kattanás történik az életében, és ő innentől azt gondolja, hogy miért vele történt, ennek biztos van valami oka. Tehát ebből a szempontból olyan mély, nagy dolgot nem, de hogyha ezt egy képletes dolognak vesszük természetesen, és gondolom, hogy az író is így gondolta, hogy ez csak egy képletes dolog, hogy valami történik az ember életében, és az mekkorát változtat az ő jövőjén, akkor már érdemes elgondolkodni. A darab premierje március 6-án, pénteken lesz a Sík Ferenc Kamaraszínházban. A Szeretlek Békés Csaba Egyesület 155. alkalommal várta az irodalomkedvelőket a Városháza dísztermében kedden este. Az eseményen a színművészek az 1948-49-es forradalom és szabadságharcról emlékeztek meg, valamint a közeledő nőnap alkalmából olvastak fel válogatott verseket. A márciusi irodalmi est az 1848-49-es forradalom és szabadságharc egyik legnépszerűbb toborzó dalával, a Kossuth nótával kezdődött Kabai Gábor előadásában. Ezt követően az esten fellépő színművészek a márciusi ifjakról és a szabadságharc történéseiről emlékeztek meg. A szangvinikus vagy a nagyon ismert költemények mellett most például olyan Vörös Sándor vagy Széchi Margit rövid kis versikék vagy töredékek lesznek, amik egy picit árnyaltabban nem csak a hevét mutatják meg az egésznek, hanem egy picit olyan intellektuálisabb szemszögből tekinti magát a forradalmat, illetve a következményeit a 20. századból így, hogyha ránéznek az eseményre. A megemlékezést követően a hölgyek kerültek a középpontba. Az apropó nem véletlen, hiszen március 8-án vasárnap lesz nőnap. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy Békés Csabán legyen egy olyan irodalmi felolvasó est, ami mindig foglalkozik az aktualitásokkal. Elsősorban azért gondolok erre, hogy az idősebb korosztály, aki eljön hozzánk, ne csak a tévéből tudjon tájékozódni az aktualitásokról, hanem itt személyesen színművészeink által is hozzájárulnak ehhez az információhoz. A következő irodalmi estet április 7-én rendezik a Városháza dísztermében. Zahorán Kitti hozzátette, hogy az esemény témáját és sztárvendégét jelenleg még homály fedi. Győzött a BRS-e az Athénban megrendezett Challenge Kupa negyeddöntő visszavágón, azonban a siker ellenére az Olympiakos Pireus együttese jutott tovább a legjobb négy közé. Az első mérkőzést 3-1-re nyerte meg a görög csapat Békés Csabán, így a BRS-ének 3-0-ra vagy 3-1-re kellett volna diadalmaskodnia a továbbjutásért. Ez azonban nem így történt, hiszen a hazaiak óriási lendülettel játszottak az első két szetben, amellyel el is döntötték a párharc sorsát. A mérkőzés tét nélküli folytatásában a csabai lányok nyerték a hátralévő három játszmát, és összességében 3-2-es győzelemmel búcsúztak a nemzetközi sorozattól. Molcsányi Ritáék következő mérkőzésüket hazai pályán a magyar bajnokság 19. fordulójában játsszák, az ellenfél a Sereghajtó Szombathely együttese lesz március 8-án vasárnap. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!